Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ahogy megszokhatták, kedves nézőink, azokkal az emberekkel beszélgetünk ebben az időszakban, akiket augusztus 20-án Szent István királyunk ünnepén a díszközgyűlés méltónak ítélt arra, hogy Székesfehérvár valamelyik díját elnyerjék. Az elismerést ebben az esztendőben, a tiszteletbeli polgár elismerést ebben az esztendőben Keményi Koncz Ildikó vehette át, aki az önkormányzatokkal foglalkozó neves, kiváló bankszakember, csókolom a kezét. Jó estét kívánok! És a Pannónia női borrend nagymestere, de erről majd később. Azt hiszem, hogy ha megnézzük az ön életrajzát, akkor tudomásul vehetjük, hogy egy rendkívül olyan időszakban lett bankszakember, és foglalkozik önkormányzatokkal, amely mindannyiunk életében a legfontosabb, tehát a rendszerváltás és időszaka. Mielőtt azonban erről esnék szó, beszéljünk egy kicsit az indítatásáról, evezz a mélyre. Hogy egy ifjú hölgy, egy kislány miként választ magának pénzügyes hivatást? Miért vonzódik a számokhoz? Meséljen erről nekünk. Ez nagyon érdekes volt már egészen kicsi koromban, tehát azt kell mondjam, hogy ilyen óvodás és alsó általános iskolás koromban volt otthon egy ilyen tanulópadom, és én már akkor könyveltem. Tehát, hogy mindent, a babáimat, a kutyát, a macskát, a nem tudom mit, hogy ebből mennyi van, abból annyi van. És valószínűleg így ez a számokhoz való vonzódásom, ez már ekkor megvolt. És miután az általános iskola után közgazdasági szakközépiskolába kerültem, ez egyenes íve volt annak, hogy ezt a pályát viszem tovább. És 18 éves koromban, miután leérettségiztem, nem vettek fel felsőfokú intézménybe, az Aszódi Tanácshoz kerültem dolgozni. És a sorsom eldőlt 18 évesen. Annyira megszerettem a akkor még tanácsi munkát, ugye ez 1973-ban volt, még ugye a múlt rendszerben, hogy gyakorlatilag a 44 éves munkaviszonyommal egész életemben a tanácsokkal, majd később az önkormányzatokkal foglalkoztam. Tehát elindult a Galga völgyéből, hogy megérkezzék a királyok városába. Igen. Azóta nagyon sok idő eltelt, viszonylag sok idő, rengeteg tapasztalatra tett szert. De az is fontos kérdés, hogy miként választott szakirányt magának. Hiszen van, aki egész esztendejében könyvel, ha úgy tetszik. Van, aki pedig ívet ad a pályájának, bármennyire is csak a szám misztikában hisz, és egyre nagyobb és nagyobb feladatokat vállal, találja meg az élet, ha úgy tetszik. Igen, hát az életem az a nagy véletlenek sorozata volt a szakmai pályámat tekintve. Ugye, hogy nem vettek fel, és ugye az Aszódi Tanácshoz tanácsra kezdtem dolgozni, ott ismertem meg a lendő férjemet. És 5 év után, mi 5 év munka után mi összeházasodtunk, és úgy kerültem én Budapest környékére a házasságom révén, és mindjárt egy olyan főiskolai csoportba, ahol OTP-s kollégák voltak csupán, talán ketten voltunk olyanok, akik ilyen tanácsi területről jöttünk. És teljesen véletlenül az OTP humánpolitikai vezetőjének a felesége is ebben a csoportban dolgozott, és mi nagyon jó barátságba kerültünk, és ő, mint utóbb kiderült, elmondta a férjének, hogy én milyen tisztességes, megbízható ember vagyok, és hogy az OTP-be a helyem. Mert akkor, és az OTP volt a minden. Igen, akkor, és akkor az OTP volt a minden. Mondhatjuk úgy is, hogy a pénzügyminisztérium meghosszabbított karja, és én így kerültem 1978-ba az OTP tanácsi főosztályára. Tehát már ott is ugye a szakma az így ment tovább, de hát az egy óriási lépés volt egy helyi tanácsi pénzügyes közegből az OTP központba, a tanácsi főosztályra kerülni, ugyan ügyintézőként, tehát alulról kezdtem nyilván ott is a pályámat, de nagyon hamar jutottam előre, és miután a kapcsolatrendszer a pénzügyminisztériumhoz fűzött, az a munka, amivel én foglalkoztam, akkor voltak ezek a nagy célcsoportos lakásépítések, Budapesten is, a vidék, akkor épültek ezek az óriási lapótelepek, ugye a 70-es évek vége felé, tehát ez az állami támogatás kezelése volt a feladatom az OTP-ben, az összes, tehát az egész ország tekintetében, és jártam egyeztetni a pénzügyminisztériumba. Egy tehetséges és szorgalmas pénzügyi szakember mit tanulhatott meg akkor? Tehát ez egy teljesen más világ volt az országos takarékpénztár keblein belül, hiszen
azt mondom, hogy ez a kettő együtt jár, a tehetség és a szorgalom, akkor azért íve van a pályájának, ez önnél kiderült. A fegyelmet, óriási fegyelmet, a szabályok betartását. Én az országos takarékpénztárt még az elmúlt 2-3 évben is úgy emlegettem a 24 évet eltöltött Raiffeisen bankomnál, hogy akkor a rend és szervezettség, ami az OTP-nél már akkor is volt, és aztán később még inkább. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog a pénzügyek tekintetében, hogy a pontosság az, hogy mindig minden a helyén van, és hogy azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, azok is ugye ezt kényszerűségből is átveszik, ezt a rendezettséget. És hát igazándiból ez volt a legfőbb, és az, hogy a szakma tekintélyét, azt, hogy az idősebbektől lehetett tanulni. És ez egy óriási dolog, mert én azért sajnálom a fiatalokat, mert kikerülnek az egyetemről, és mivel tehetségesek, jól beszélnek nyelveket, hamar bekerülnek nagyon jó állásokba, és ott állnak, és nincs kitől tanulni, mert mindenki 30 éves. Igen. Tehát, hogy egy ilyen területen az élettapasztalat és a sok éves szakmai múlt, az nagyon sokat jelent egy fiatal számára, aki akar tanulni. Végig kísérte a tanácsrendszer változásait. A felülről irányított, azt mondjuk, hogy autokrata rendszer, minden egyes pillanatát meg kellett, hogy élje, nyilván pénzügyi szakemberként, és akkor jött a rendszerváltás hajnala. Hogyan lehetett erre felkészülni? A rendszerváltás hajnal engem már a pénzügyminisztériumban ért, hiszen amint említettem, hogy a pénzügyminisztérium és az OTP között volt ez az állami támogatásos elszámolási rendszer, hiszen akkor csak ez az egy pénzintézet létezett még, aki a tanácsokkal foglalkozott. Én kaptam egy állásajátot 86 év végén, és átkerültem a pénzügyminisztériumba. És nagyon nagy szerencsém volt, hiszen 87-88 az egy jó felkészülési időszak volt már, ugye a rendszerváltás, akkor már a pénzügyminisztérium belül rendkívül sokat beszéltek, hogy gazdasági újraértékelés kell, hogy kicsit szabadabbá kell tenni a közeget, stb. És ugye az önkormányzatiság azért az már a kisebb településeken talán még jobban érezhető volt, mint a nagyvárosokban, hogy a nagyok sokkal nehezebben mozdultak mindenre, de ahol a kisebb településeken voltak tehetséges vezetők, szerettek volna többet és jobbat, de ugye be voltak béklyózva, tehát ugye nem lehetett itt, tervutasításos rendszer volt, azt lehetett csinálni, amit fölülről megmondtak. És annyi pénz volt, és amennyit felülről és annyi, adtak. Pontosan, annyi pénz volt, amennyit osztottak, ott nem lehetett saját pénzekről beszélgetni. És ugye a 89-es év az egy óriási sorsfordító év volt, ugye a politikában is és a gazdaságban is, és ekkor nekem megint a véletlenek műve, hogy az önkormányzati törvény kidolgozásához a pénzügyminisztériumban az önkormányzati részre engem jelöltek. És én végig részt vettem az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény kidolgozásában és egy teljesen új szabályzórendszer kidolgozásában, ami egy óriási szerencse, hogy akkor voltam ott és azon a helyen, és ugye az önkormányzatok nem csak politikai szabadságot kaptak, hanem gazdaságit is. Igen. Tehát nem kiadás vezérelt, hanem bevételorientált lett az önkormányzatok gazdálkodása. És ez óriási változás, 3200 önkormányzatot elindítani egy teljesen új úton. Ugye... Egy picit hadd javítsam, 1600 tanácsot, igen. 3200 önkormányzat egy választás, és ezt az egészet áthidalni. És ugye a 90-től 94-ig tartó időszak, tehát az első, hogy úgy mondjam, rendszerváltás utáni 4 év a tanácsok, illetve már akkor önkormányzatok életében, azért volt sorsfordító, mert például amikor a bevételorientált rendszer létrejött, az iparűzési adó 100%-ban az önkormányzatoknál maradt. Tehát ahol jól tudtak ezzel sáfárkodni, hogy van lehetőségünk, saját pénzünk, amiből gazdálkodhatunk, és megalapozták azokat a gazdasági lehetőségeket, hogy ipari parkok lehessenek, hogy betelepülő gazdaságokat hozhassanak létre, és Székesfehérvár ilyen értelemben nagyon élenjáró
volt, hiszen ugye itt is ugye a 92-es beszélgettünk róla korábban. Igen, 1992-ben 32 ezer munkanélküli. Hirtelennyében jött a változás, és az önkormányzat vezetőinek köszönhetően, hogy ráébredtek arra, hogy miként lehet megállni. Ugye Antal József mondta személyesen egyébként Balsa Istvánnak, az akkori polgármesternek, hogy adunk pénzt, csak legyen program. Tehát csak a semmire, hiszen volt olyan lehetőség sajnos az első időszakban, hogy a pénz elfolyt. Székesfehérvár kihasználta ezt a lehetőséget, ahogy ön is mondja, de ráadásul ellenőrzött formában, hogy ipari parkok létesültek, és minden olyan egykori, azt mondom, hogy az államszocializmus berendezte szovjet laktanya mind magánkézbe került, mármint az önkormányzat tulajdonába, és ezzel éltek a lehetőséget. Mindennek felett pedig azért ebben önöknek is nagy szerepe volt, hogy ez ellenőrzött keretek között zajlott. Igen, és hogy Balsai urat említette, ez azért fontos nekem, mert én őt akkor ismertem meg. Tehát ugye 91-92-ben ismertem meg, akkor még nem voltam én a Unique Bank, illetve Raiffeisen Banknál, hanem a pénzügyminisztérium révén találkoztunk, és nagyon nagy öröm volt most nekem, amikor ezt a díjat átvettem, hogy ott volt, és egymás nyakába borultunk, hiszen azért ez akárhogy nézem, 26 év. Tehát, most ünnepelte ő a 70. születésnapját, igen, ugye augusztus 9-én. Igen, Isten éltesse sokáig. No, tehát csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, hogy mint ahogy Fehérvár megtalált ebben a lehetőséget, ebben a szabályzórendszer adta környezetben, még nagyon sok helyen ugye megtalálták a lehetőséget. Ugye az adottságok az, hogy hol fekszik egy település, nyilván sokat jelentett az, hogy az M7-es autópálya, hogy az 1-es út, hogy a 8-as út, ezek mind fontosak voltak a befektetőknek, na de az a környezet, amit az önkormányzat a saját rendeleteivel teremtett, hogy elengedett adóbevételeket csak jöjjenek, és mennél többen települjenek be. Ugye a 92-es 30 ezer munkanélkülből most úgy hallottam, hogy több tízezer embert hoznak be a városba, igen, külső településekről dolgozni, mert hogy nincs már. Már tegyük hozzá, hogy ugye akkor 120 ezeres volt a város, ma 91 néhány. Tehát azért akkor is. Tehát én, igen, azt gondolom, mindenképpen ez egy óriási idő. Hogyan változott a helyzet? Egy 1993-as könyvet lapozgattam, nem mintha bankszakember lennék, amelyet ön lektorált, az önkormányzatok gazdasági működéséről. Igen. Most mennyit változott negyed század alatt, mennyit kellett változni az önkormányzati rendszernek, illetve a finanszírozásnak? Igen, nagyon sok változás történt. Akik részt vettek, vagy akik átélték ezt a 90-94-es időszakot, mind sírva tekintenek vissza, hogy az volt a legjobb 4 évük az önkormányzatoknak pénzügyi adottságokat tekintve, ha az összönkormányzatot nézem. Nyilván a 3200-ból 2-300 önkormányzat az, akinek az iparűzési adó valóságos lehetőség volt, a többi településnek nem. Tehát ahol a gazdaság összpontosul, ugye ott volt ez egy nagyon nagy lökést adó szabály. Ezért is változtattuk meg az évek során ezeket a szabályokat, hogy elvettünk az iparűzési adó lehetőségből, hogy több jusson ugye a többi településnek is, hogy a fejlődés ugye nagyobb arányú legyen mindenütt. Tehát, hogy valahogy egy kicsit fölhozni azokat, akiknek nem jut. Tehát ugye most nem akarom, mindenki Szabolcs megyét emlegeti, de én azt gondolom, hogy Baranya ilyen szempontból sokkal rosszabb helyzetben van, talán még ma is, hogy a baranyai kis településen milyen iparűzési adóbevétele lehet. Van Pécs és Komló. Így van, és ugye ott is a bányász rész megszűnt, tehát ott is inkább egy ilyen gazdaság összeomlás történt. Tehát, hogy a szabályozó rendszer egy kicsit kiegyenlítősdi felé kezdett változni, és ugye elindultak a nagy beruházások. Ugye itt is voltak, akik presztízs beruházásokat csináltak, és voltak, akik gazdaságélénkítő beruházásokat csináltak. A presztízs beruházások azok azért veszélyesek, mert ugye fent kell tartani azokat a épületeket, egyebeket, amit létrehoztunk, és nem kell mindennek pénzt termelni, de nyilvánvalóan egy egészséges arányt meg kell tartani. Elindult a bankszektorban egy óriási változás. Ugye bejöttek a külföldi bankok. Igen, lásd Raiffeisen és így van, tovább. Az OTP egyeduralma ilyen értelemben teljesen megszűnt, és amit még a rendszerváltáshoz
korhoz mindenképpen visszatekintenék, 92-re, amikor az államháztartási törvény megszületett. Nagy köszönet érte az akkori pénzügyi vezetésnek és az én korábbi, még a 90-es évek előtti utolsó miniszteremnek, Békessy Lászlónak, hogy a szabad bankválasztás lehetőségét megteremtett az önkormányzatok számára. Ez azért volt egy óriási dolog, mert addig nem volt más, csak egy bank, akit választhatta, és azzal, hogy a bankrendszer ilyen módon 87. január 1-től már külföldi bankok bejöttek az országba, lehetőséget teremtett az önkormányzatoknak, hogy hiteleket vegyenek fel, ne csak az OTP-től, hanem más pénzügyi. Elindult egy verseny a számlavezetésért, illetve a jobb kondíciókért az önkormányzati piacon. Ugye a beruházások óriási mértékű hitelezés kezdődött gyakorlatilag a 90-es évek második fele és a 2000-es évek elején között. Most, hogy ez sok helyen mértéktelenné vált. Igen, hát és ugye, bekerültek az adósság spirálba. Igen, és hogy konszolidálni kellett az önkormányzatokat. Nyilván voltak rossz döntések is, de összességében én azt gondolom, hogy a konszolidáció az csak egy új lehetőséget teremtett ismételten. Egyrészt az állam számára, hogy tisztában lássa az önkormányzatok helyzetét, másrészt az önkormányzatok számára, hogy megszabadított őket ettől a tehertől. 1000 milliárdról beszélünk. Ma ott tartunk, hogy talán konszolidálódott a helyzet. Igen. 2017-ben. Ez önöknek is köszönhető, és az észszerű gazdálkodóknak, az önkormányzatok olyan vezetőinek, akik odafigyelnek. Korán sem véletlen figyeltem, hogy mit olvas fel polgármester úr augusztus 20-án, amikor megköszönte önnek azt a munkát, amellyel Székesfehérvár segítette. Mit jelent egy város bankszakemberének lenni? Hát... Hiszen, tehát így fogalmaztak, nyilvánvaló, hogy ez így is van. Igen. Nehezen fogalmazom ezt meg azért, mert hogy ez nyilván nem egyszemélyes, viszont az ön személyisége, a szakmai tudása annyira rányomja a bélyegét Székesfehérvár sorsának ilyetén alakulására, hogy ez egyértelmű, hogy ez egy jó mondat. Akkor is elcsodálkoztam, hogy polgármester úr ugye ezt mondta, és ő így látja az én személyemet, de azért hadd mondjam azt, hogy gyakorlatilag minden ügyfelünk a bankban lévő önkormányzat nekem nagyon fontos. Az, hogy Székesfehérvár egy kicsit a szívemhez közelebb áll, az egy másik történet, de hát nyilván ilyen van, hogy van a tanítónéni is, aki egyik gyereket jobban szereti, mint a másikat, de azért mindegyiknek megpróbálja azt a tudást átadni, amit szeretne. Én is minden önkormányzatnak ugyanazokat a tanácsokat próbáltam adni. Volt, aki nyitott volt rá, volt, aki nem. Nyilván ott az ember nem erőlteti magát rá az önkormányzatra. Itt mindig nyitottságot tapasztaltam. Tehát attól a pillanattól kezdve, amikor mi számlavezetők lettünk itt, ugye 1995-96 fordulóján ugye volt az a testületi döntés, onnantól kezdve, tehát teljesen mindegy volt, hogy milyen irányultságú volt az önkormányzat, igényelték a tanácsot, és meg is fogadták, amit tudtak belőle. Nyilván mindent nem lehet, tehát ugye vannak más érdekek is, nem csak a pénzügyi érdekek, amik ennek határt szabtak, de én meg mindig olyan szívvel adtam ezeket a tanácsokat, mint hogyha ha én is itt lennék, itt dolgoznék, akkor én mit csinálnék. Tehát, hogy mindig igyekeztem, kaptam is ilyen típusú vádat, ezt most csak idézőjelben mondom, hogy én most már a bankban, hogy én most az önkormányzatoknál dolgozom, vagy a bankban. Tehát, hogy voltak olyan pillanatok, amikor a bank érdekeket egy picit háttérbe szorítottam, amiatt, hogy tudtam, hogy ez miért fontos az önkormányzatnak, és hogy csináljuk meg mondjuk egy hiteldöntést, vagy egy valamit, mert hogy akkor én mindig előre néztem, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor 5 év múlva körülbelül mi látszik. Tehát, hogy a pénzügyminisztő nekem azért volt óriási iskola, mert lehetett struktúrába gondolkozni és előre.
Tehát, hogy nem csak a pillanatnyi döntéseket kellett meghozni, és ezért nagyon becsülöm például a mostani testületet itt Fehérváron, mert 5-10 évre előre gondolkoznak. Tehát azokat a döntéseket, amiket itt meghoztak az elmúlt évek során, azokat már mind olyan, hiszen láttam, mint számlavezető bank, hogy mi az irány, hogy a jövő nemzedéknek építkeznek. No, ennyit a bankról. Most következzék egy másik élete. Az első női borrend nagymestereként, a Pannónia női borrend nagymesterét is köszönhetjük. Nem az első volt a Pannónia női borrend, csak azért vagyunk mi ilyen szem előtt, mert igen, sokkal több mindent csinálunk, mint az összes többi női borrend talán így együtt. Igen. Akkor javítom magam. Igen, és ez megint a véletlen műve. Volt nekem véletlenek egy... nincsenek. Akkor a fölöttünk lévő. Mert hogy a sorsát az embernek valami irányítja, vagy valaki irányítja, az nem úgy van csak magától. No, akkor a borrend keletkezésének történetet, hiszen ön hívta életre. Igen. Hála Istennek teszem hozzá, hiszen csupa jót és szépet olvashatunk. Női borrend, ez furcsa egyébként ez a jelző szerkezet, de se baj. Így van. Volt egy súlyos autóbalesetem 92-ben, és sehogy se akart a vérképem helyreállni. Egy akkora sok ért, hogy ezt így a szervezet nehezen dolgozta fel, és így az orvosok már azt mondták, hogy így gyógyszer ez nincs. Tehát, hogy szeretem-e a vörösbort? Hát mondtam, hogy nem ittam még én vörösbort így az életemben, valahogy ez így kimaradt. És mondta az én belgyógyászom, hogy na hát akkor itt a pillanat, hogy minden este meg kéne innom egy vagy két deci nagyon jó minőségű természetes vörösbort, és ő garantálja nekem, hogy fél év múlva az én vérképemmel semmi probléma nem lesz. És a férjem, aki egyébként abstinens volt, ő tudta, én nekem erről se volt fogalmam, hogy Magyarországon villányban, 92-ről beszélünk, villányban nagyon-nagyon jó borászok és jó vörösborok vannak, hát akkor üljünk autóba, elmegyünk villányba. És így ismerkedtem meg a nagy borászokkal villányban 92-ben, Gere Attilával, Bokk Józseffel, Tiffán Edével, Porgál Zoliga. Hajrá, Oporto! Igen, igen. És hát én az első pohár boromat úgy ittam meg, hogy így befogtam az orromat, hogy a szagát se érezzem, meg az ízét se, és így bedöntöttem. És hát mondták, hogy ez így nem lesz annyira nagyon jó dolog, de mondtam, hogy nekem az orvos írta elő, és nekem ezt muszájból kell csinálni, és hát ez savanyú is meg, nem tudom, szóval, hogy én nem éreztem különbséget sem. És nagyon sok időnek kellett eltelni ahhoz, hogy egyáltalán különbséget érezzek borok között, és ennek a három embernek igazándiból Tiffán Edét tenném talán elsőre, Gere Attilának és Bokk Józsefnek nagyon sokat köszönhetek abban, hogy időt szántak rá. Tehát, hogy oda jött ez a nő, és azt mondta, hogy az orvos előírta. Ezt különbözőképpen fogadták. Tiffán Ede körülbelül úgy, hogy na, üljön le. És akkor így mesélt nekem a földről, a Villányi hegyről, egyáltalán, hogy mi ez a bor. Hát annyira érdekes volt, és meg magával ragadó, hogy néztem és hallgattam, és megkérdeztem, hogy jöhetek-e máskor is, és mondta, hogy miért jönne, mondom, hát így beszélgetni. És aztán elküldött a Bokkhoz, a Bokk azt mondta nekem, mikor mondtam, hogy az orvos nekem előírta, hogy minden alkoholista ezt mondja. Igen. Tehát, hogy egy más típus volt. A Gere Attila pedig akkor, ugye ők már mindhárman akkor az év bortermelői voltak, tehát kiváló borászok, igen, én nem tudtam róla. Megkérdeztem a Gere Attilától, hogy mi a foglalkozása. És mondta nekem, hogy erdész. És én megkérdeztem, és mit csinál itt? És mondja, hogy borokat. Mondom, és sikerül? Tehát, hogy körülbelül így kezdődött az én pályafutásom, és aztán nagyon elszégyeltem magam, és elkezdtem tanulni. Rengeteget olvastam. És szommelié lett. Erre miért volt szükség? Hát, mert hogy ezekkel... Ez egy egészen különleges hivatás. Igen. Mert hogy azt gondoltam, hogy akkor fognak ezek az emberek engem emberszámba venni, mármint hogy így borász szakmailag, ha én ehhez valamit konyítok. Mivel borász nem akartam lenni, tehát így nem akartam beiratkozni ezért a szőlészborász képzésre. Azt gondoltam, hogy egy év alatt a vendéglátóipari főiskolán van egy szomelié képzés,
én oda beiratkozom, én nagyon sokat fogok olvasni, tanulni, és ott megtanulom a borokat, és akkor talán majd úgy tudok beszélgetni ezekkel az emberekkel, hogy hát így kezdődött. Így is történt. És 94-ben megalapítottuk a Pannonia női borrendet, azzal a céllal egyéb iránt, hogy akkor már sok tapasztalat volt arra, hogy milyen problémáik vannak a borászoknak, tehát hogy ők mivel szembesülnek, és volt Pécsette egy, azért mondtam, hogy nem az első borrend volt, a Pécsi Hölgyek Gasztronómia és Borrendje, ahová én csatlakoztam. És 3 éven keresztül Pécsre jártam borrendi ülésekre, és ott ismerkedtem igazán a borrendekkel, és ott összeismerkedtem olyan hölgyekkel, akik budapestiek voltak, vagy budakalászti, vagy szentendrei, tehát közel ugye az a környezet, ahol én is élek. És akkor úgy gondoltuk, hogy csináljunk mi egy sajátot. És hogy annyi sok tehát tervünk van, amit meg lehetne valósítani, de túl nagy ez a távolság, ez a Budapest-Pécs. Meg itt már egy kialakult trend volt, a lányok azt már tudták, hogy ők ott mit akarnak csinálni, és mi egészen más szerettünk volna, és így álltunk mi össze jó néhányan, ugye 12-en egészen pontosan, és megalapítottuk 2004-ben a ez már egy legenda, hiszen egy egészen kiváló borrendet köszönhetünk az önök személyében. Milyen utóélete van? Hogyan lehet például egy borrendet fejleszteni, illetve egyetlen egy kérdés, ami engedhetetlen, hogy ez két teljesen különálló dolog. De hát azért a párhuzamosok úgy tűnik, hogy találkoznak önnél is. Igen, ez engem kimondottan pihentet. Tehát, hogy ez hogy annyira más, mint amivel az egész életemben foglalkoztam a munka, hogy ettől jobb kikapcsolódást nem is találhattam volna egyébként magamnak. Na és akkor ez úgy kezdődött, hogy mi először csináltunk ilyen borismeret hölgyeknek ilyen kis előadásokat, aztán többen a borrendből szintén beiratkoztak ugyanerre a szomelié képzésre, tehát azt tudom mondani, hogy borászok, borásztechnikusok, szomeliék a társaság döntő része, és muszáj is valamit elvégezni mindenkinek, hogy értsen a borhoz valamennyire. 8 évig csináltuk a Magyar Borok Báját, külföldön borbemutatókat tartottunk, különböző gyűjtéseket szerveztünk. Ugye én ezt a Caritas tevékenységet, ezt nem csak a bankos oldalról tartom fontosnak, hanem az egész életemben. Tehát, hogy aki tehet, azt tegyen másokért, akiknek nem adott ott meg az, hogy jobb sorsuk legyen. És csak egy példa, hogy Krasznahorka vára ugye leégett. Ugye ez március 10-én történt, és március 15-én a Kossuth téri ünnepségen ugye összetalálkoztunk borászok, Kovács Ákos énekes, tudom én, Gál Helga, aki ugye szintén borral foglalkozik, és mondták, hogy valamit kéne csinálni, hogy tegyünk valamit Krasznahorkáért. És akkor ugye egyszer csak így minden szem így rám szegeződött, Ildi, csinálj valamit, mert te biztos össze tudsz rakni valamit. És akkor csináltunk egy nagyon szép borestet, egy borárveréssel egybekötve, és gyűjtést szerveztünk, és 20 000 eurót gyűjtöttünk össze, az durván 6-7 millió forint. Nem azt mondtam, hogy abban fogják a várat megújítani, de egy harangot öntettünk belőle. Igen. És ezért például, amire nagyon büszke vagyok, egyszer csak kaptam egy levelet a külügyminisztériumból, hogy Pozsonyba várnak, kaptam májusban, június x-edikén, és a magyar és a szlovák külügyminisztertől jószomszédságért díjat kaptam. Jó helyre került. Tehát adok, hogy adj, teszek, hogy tégy. Igen, ez de igazándiból ugye nem ezért csinálja az ember, de jól esik. Tehát, igen, hogy nyilván jól esik. Ugyanígy van, mint a tiszteletbeli polgári cím. Természetesen nem ezért csinálta, viszont önöknek is köszönhetjük, hogy jó Székesfehérvárnak lenni, és én most minden székesfehérvári nevében megköszönöm egyrészt, hogy megtisztelt, gratulálok a díjhoz, megerősítem, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy jó helyre került, és köszönjük szépen, jó egészséget kívánunk a továbbiakban is. Én pedig köszönöm a városnak, hogy befogadott. Köszönöm. Kedves nézőink, Keményné Koncz Ildikó, Székesfehérvár tiszteletbeli polgára volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.